Na hát, sziasztok! Jól kialudtam magamat, egyébként délután van, és hát indulok a következő munkahelyemre. Gondoltam, hogy kettő darab szuper bankót, addig gyorsan lekapírnyászok, de szerintem még az aranybányát is, csak hogy egyszerre fel is töltöm, mert még úgy 30 percet, ha itthon tartózkodom. Igen, és szerintem, sőt, most nem lesz ilyen bevezető videó, ahogy az előbb volt. Én nekem most valahogy nem tetszett, de majd újat fogok csinálni, sokkal jobb lesz. Majd olyan lesz, hogy fel fogom dobni a sorsjegyeket. Olyan, mint a bevezető videóm, amit majd láttok is. Sorozatszámot akartam, hogy... És már lehetett is látni. Nézzük meg a számainkat. Újabb kedvéért mondom, hogy itt találsz kettő számot, és a zsákokban pedig ugyanazokat a számokat meg kell, hogy találd. Nagyon ritka, hogy az első játékban nyerek. Ott csak egy tízes kellett volna, vagy egyes. Na itt majdnem. A 16-ot azt be tudta adni. 19. Második játéknál, most a harmadikra, a harmadik játéknál azonos szimbólumot kell, hogy találj három darab azonos szimbólumot. Nyaklánc, aranyóra, kincs, gyűrű, nyaklánc. Tehát akkor nyakláncból már kettő van. Gyöngy. Aranyórából is kettő van. Korona, hát már csak ez hiányzott. És gyöngy. Viszont a gyöngyből is kettő van, és három kellett volna, hogy legyen. Itt a kettő azonos szimbólum, itt össze szokott nekem jönni. Ez a második játék. Zsák és egy kulcs. Érme. Lóhere. Hoppá, ott egy betű. Ami már süde nem számít. Megyünk a második játékra, illetve az a negyedik játék. Következő játékra. Ötszáz. Most már add vissza ezt az 500-at, az jó van. Felejtsük el egymást. És ott az 500, igen. Van, hogy egy 1000-es, van, hogy egy 500-as szoktam ezzel a szuperbankóval nyerni. Csak hát kértétek, hogy kaparjak, de mindegy, ennek legalább örülök, hogy ebben a sorsjegyben visszajött az ára. Az utolsóban 1000 forintot nyerhetsz, hogyha érme szimbólumot találsz, pénzérme. Ami úgy szintén ritka itt az utolsó játékban. Úgyhogy itt E betű van, ami 500 forintot jelent, azért megkereshetem a másikat, általában itt szokott lenni, és ott is van. Ez most a másik, de ebből amúgy hármat fogsz találni. Nézzük a következő szuperbankót. Én itt most kezdek a kettő azonos szimbólumnál. Kulcs, pénz, patkó, érme, zsák és egy gyémánt. Erre most nem volt szükségünk. Három azonos szimbólum. Kupa. Kupa. És nem tudom miért, de egymás alatt kezdtem el. Gyöngyből már kettő van, kupából is kettő, korona,
Ő hiányzott, igen, és korona. Tehát akkor így nem nyertünk. Nem volt meg a három azonos. Az első játék, attól ugye mindig félek. 13. És egy 7-es. Amit meg kéne találnunk. Egy 8-as, persze, hogy egyel arrébb. Ki nagyon sokat kapar, illetve ismeri a szuperbankót nagyjából. Itt szokott ugye 500, illetve 1000-es összejönni. Igen, ott egy 1000-es most. 500. 500. Inkább add vissza azt az 500-at. Ott az 500. Itt van. 1, 2, 3. Akkor visszaadta. Most még a pénzért már az bejöhet, mert az elbetűt még nem találtam meg. És amíg van internetem, addig a bányát is felrakom. Gyorsan azt is lekaparom. Igen, megnézzük a betűt azért. Az újak kedvéért mondom, hogy inkább ellenőrizzétek magatokat. Általában itt a sarokban van, vagy a másik sarokban. Itt. Most nem. Itt szokott még. Ott az E. Megvan. Az E betűből 3 lesz. Már pedig 3 lesz. Mert ott van 3 darab 500-as, de így legalább visszajött, úgyhogy ez egy pozitív videó volt. Következő nem tudom majd mi lesz. És köszönöm, hogy megnézitek a videót. Most kikapcsolom, és következzen az aranybánya. Jó? Sziasztok!